utána ezzel hogy látjátok? Ez a szemüvegem kicsit mocskos. Neződ. És megelőzik a KTM. Olyan mit vihet? Na jó, akkor én itt megyek erre. Megyünk a Práterhez. Nem erre akartam jönni, de ha már erre van zöld hullám, meg árnyék. Elmúlt napokban amúgy nem dolgoztam, mert beteg voltam, meg tegnap szakszervezeti ülésünk volt. Ma újra nyerekbe vagyok, tehát fogalmam is, hogy ezek időben hogy kerülnek ki, mondjuk én pakolgatom ki az adásokat, de nem kronológiai szempontból, hanem ad hoc. Mutatnék több minden nektek, de inkább maradok az árnyékba. Remélem, kapok visszajelzést, ez a content úgy tetszik nektek, tehát lehet, hogy ameddig a cégnél vagyok, vagy ameddig ez a GoPro nálam maradhat, akkor tolom felfele a Bécs contentet. Majd próbálok azért érdekes dolgokat mesélni. Például ide már vittem ki kaját. Persze, hogy itt nem kaptam borravalót. Ilyen irodisták. Nem ismerik a borravalót fogalmát. Mondjuk, ha már borravaló, ilyen látszik a statisztika, hogy csökken. Azért már 6 éve a cégnél vagyok egy megszakítással. A világ körüli utam miatt 6 hónapig nem dolgoztam a cégben. De ezt ki tudom jelenteni, hogy régebben jobb volt a borravaló, mint most. És nem hinném azért, hogy hú, Covid, meg recesszió, meg infláció, az emberek nem tartják fontosnak, hogy borravalót adjanak. Á, kijöttem az árnyékból, de azt hittem, hogy igen, ez olyan fura, hogy nekik zöldet szokott adni, de ezek pirosan szokott maradni, de várunk. Megsülünk, addig nézzétek a Maurer Dórát. Maurer, sose nyomom meg eléggé a R betűt. Maurer. Elvileg kapcsolatban léptem a galériával, meg az itteni szervezővel is, mert valamikor lesz egy ünnepélyes átadó. Nem tudom mikor. Tudom, de egy fejből nem tudom. És azért szeretném mikrofonnal elcsípni a művésznőt. Remélem sikerül, nagyon nincs előrelépés ezen a téren, lehet, hogy majd rágnom kell egy picit a fülüket. Na, az volt, hogy írtam a szervezőnek, ő átirányított, nem, írtam csak a galériának, ők átirányítottak a szervezőhöz. De a szervező visszairányított a galériához, meg elfelejtettem, hogy már a galériával beszéltem, és megmondták, hogy megint visszairányítanak. Szóval így irányítgatnak, ez néha előfordul, hogyha valakit utol akarok érni, nem olyan egyszerű, vagy nincs e-mail. Most legutóbb például egy főorvosnak írtam, itt Ausztriában a főorvos, nem látta messengeren, e-mailt nem találtam hozzá, de fotóihoz tudtam kommentálni, és írtam kommentbe. Kommentbe válaszolta, látta az üzenetemet, pedig a messenger úgy mutatja, hogy nem látta az üzenetemet, majd végül messengeren válaszolt, hogy hát miért írok ilyen erőszakos, kedves erőszakos üzenetet, vagy kommentet neki, meg mondtam neki, hogy hát elnézést, főorvos úr, de e-mailt nem találtam, és máshogy nem nagyon tudok olykor eljutni az emberekhez. De végül nem akart nyilatkozni. Tehát ilyen kulturáltan mondta, hogy erőszakos vagyok. Olykor előfordulhat, hogy nem túl erős a kommunikációm. Ezt már el kéne csípni. Nem akarok nagyot puffanni, de fogok, bocsi. Azért jobb az árnyékba, és ma például elfelejtettem bekenni magamat. Szóval újból árnyékból árnyékba fogok menni. De ma nem tűnik olyan durvának a nap, mint mondjuk tegnap vagy tegnap előtt. A tegnap előtt kimentem boltba, úgy inkább otthon pihentem, ha már beteg vagyok. De és hát harapott. Meg kimentem a balkonunkra, ott is azért harapott a nap. De lehet, hogy más érzés, miközben így megyek mondjuk 15-20 km/órás sebességgel. De nem, előző héten is, mikor tekertem, azért rosszabb volt a nap. Hopp, ez már piros. Stőcs a harnyék!
Nincs árnyék! Én nincs árnyék! Árnyékot akarok! Jó, addig nézzétek ezt az épületet, épületeket. Ezek messzebbről azért jobban néznek ki. Hát biztos annak az étteremnek a tetejéről brutál kilátás van. Egyszer majd feljutunk. Vagy kétszer. De most így a napon pálcolódni annyira nem rossz. De azért inkább húznék az árnyékba. De nem, nem vészes. Nem ilyen apokaliptikus feeling van, mint előző hét, hogy te jó ég. Mondjuk alapból nem kéne azért júniusban ilyen durva hőségnek lenni. Neki tudja, mi lesz majd júliusban, meg augusztusban. De lehet, hogy akkor már más munkám lesz. Mert nagyban munkakeresésben vagyok, addig nem sok sikerrel. Ha hallatok valami jó munkát, asszisztens, content creator, videóvágó, műsorszerkesztő, bármi, akár részmunkaidőben is, köszi szépen minden tippet, ahol maradunk az árnyékban. Mert azért 6 év szép volt, jó volt, de váltani tudni kell. Ami van előnye is, meg hátránya is ennek a munkának. Fő indok amúgy a privát életem, hogy sokáig kell dolgozni. Este 8-ig dolgozok, 9 érek haza. Így meg azért privát életet nem olyan könnyű élni. Szóval illő lenne, vagy jó lenne valami, mondjuk ilyen 8-9-kor kezdődő munkaidő, amivel mondjuk 5-6-kor már végzek. Na, megjöttünk a Vapianóhoz. Tadam, na jó, majd odabent kikapcsolom. Nézzetek körbe velem. Krüzdi. Na, egy sorra vannak rendezve a cuccok.